Az erdélyi magyar hivatásos néptáncegyüttesek találkozója a térség táncéletének egyik legrangosabb szakmai rendezvénye, amelyet a jelenleg működő 6 hivatásos táncegyüttes rotációs alapon szervez meg immár 16 éve. A szakmai találkozóval egybekötött fesztivál szervezésében idén az Udvarhely néptáncműhely következett volna, azonban tekintettel a Nagyvárad táncegyüttes fennállásának 20 éves évfordulójára, a rendezés jogát átengedték a váradiaknak. 2002-ben, amikor megalakult két pár táncossal a Nagyváradi Állami Filharmónia keretében, onnantól, ha előre tekintünk és most visszatekintünk erre a hosszú útra, akkor szemtanúi lehetünk annak, hogy milyen nagy utat járt be ez a csöp együttes, amely gyakorlatilag egész pár címot profi együttesként ki kell szolgáljon, abból a szempontból, hogy van igény rá, hogy a párciumi megyékben előadásokkal részt vegyünk az ottani magyar közösség életében. A rangos fesztivál április 21-én a résztvevő társulatok látványos villámcsődületével vette kezdetét. A táncosok élőzene kísérettel vonultak a nagyváradi Szent László térre, hogy megismertessék a város lakóival, a néptánc szakma sokszínűségét, a különböző népviseleteket, ugyanakkor felhívják a figyelmet a tánc közösség összekovácsoló erejére. Ennek több célja is van ennek a flashmobnak. Nyilván szeretnénk felhívni a néptáncra is a figyelmet, az erdélyi hivatásos együttesek létezésére is, mert ugyan minden együttes szokott időnként megfordulni Váradon, de hogy talán ezzel úgy jobban bekerül ez is a köztudatba, hogy igenis Erdélyben 6 hivatásos néptánc együttes van, Magyarországon is kevesebb van. Az EHTET az egyetlen olyan rendezvény, amely a 6 erdélyi hivatásos táncegyüttes közös fórumaként lehetőséget biztosít Erdély táncművészeti szakembereinek találkozására, a szakmai kapcsolatok megerősítésére és arra, hogy a közönség megismerkedhessen a táncos szakma sokszínűségével. Az idei évben a változatos programkínálatban autentikus és kortárs előadások, regényfeldolgozások, valamint gyermekeknek szóló néptáncszínházi előadások is bekerültek. Nem csak szakmai feltöltődés és szakmai konzultáció történik ezen a fórumon, elsősorban jól érzi mindenki magát, ez az egyetlen találkozó, amikor az 5 hivatásos, illetve a 6 hivatásos együttes együtt van, barátkozás van, megtekintjük egymás előadásait egy tömbben, barátkozunk, ismerkedünk, mindig találunk valami újat, szépet egymásnak az előadásaiba, és úgy egy kicsit úgy összetartozva érezzük magunkat, ma erre nagy szükség van az erdélyi magyar hivatásos táncosok körében is, de nem csak, mert az erdélyi néptánc olyan helyzetben van, amikor ezeknek az embereknek a munkájára nagy szükség van. Az EHTET elsősorban nem egy versenyfesztivál, hanem sokkal inkább egy szakmai találkozó, ahol a táncegyüttesek tagjai, vezetői és egy rangos szakmai értékelő bizottság közösen beszélik meg a fesztiválon bemutatott alkotásokat, közösen keresik a megoldásokat a felmerülő problémákra. A cél az, hogy a hazai táncművészet folyamatosan fejlődjön, és így egyre színvonalasabb előadásokat láthasson a közönség. Mindenki nyilván azt szeretné megmutatni, amit ő a legjobbnak érez. Annak ellenére, hogy itt nem rangsorolunk, nem állítunk fel sorrendet, nem erről szól, azért mindenkinek fontos a többiek véleménye, illetve a szakma véleménye. Tehát, hogy amellett, hogy nyilván az emberi oldala is szerintem nagyon fontos itt, hogy tényleg együtt vagyunk, de hogy azért mindenki szakmai kapaszkodókat is próbál ebbe keresni, és a szakmai fejlődéséhez is próbál összegyűjteni véleményeket, akár ötleteket. A 4 nap során több újdonságnak számító előadás is bemutatásra került. A Maros Művész Együttes a Tamási Áron emlékév előtt tisztelegve az Ábel című regény feldolgozását mutatta be a nagyváradi közönségnek. Mi úgy gondoltuk, hogy Tamási évet nyitni,
Marosvásárhelyen, az egész Kárpát-medencében a Maros Művész Együttes által az egy nagy lehetőség volt, nagy megtiszteltetés, és ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy az idén az EGTET-re is méltó előadást tudunk hozni. Természetesen ez táncra, autentikus zenére, autentikus népviseletre van építve. A székely figura mindig egy meghatározó figura a magyarság számára, nem csak Erdélyben, hanem a határon túlon is, és messze menően ez a székely humor, a székely gondolkodás, a mozgás teljesen meghatározó lehet a mai életben is. A találkozó záró eseményére vasárnap a Nagyváradi Szigligeti Színházban került sor. A látványos gála előadáson a házigazda Nagyvárad Táncegyüttes mellett a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Háromszék Táncegyüttes, a Maros Művész Együttes, az Udvarhely Néptáncműhely és a Bekecs Néptánc Színház táncosai is színpadra léptek.